A legenda szerint Sir Edmund Hillary, az első ember, aki megmászta a Monteverestet, egy interjúban, amikor megkérdeztük tőle, miért csinálta ezt, mármint miért mászta meg, azt válaszolta, hogy mert ott volt. És ahogy korábban már láthattuk, hogy a slam poetry, mint műfaj és mint a költészeti hagyományos szervesen kapcsolódó valami mennyire nem újdonság, felmerült a kérdés, hogy mire is való, akkor ezek szerint egyáltalán. Ha egyszer van költészet, színház, repzene stand-up comedy, ha van a Hyde Parkban a szónokok köve, meg a negyedéves rendszeres lakógyűlés, akkor mire kell még egy forma, még egy fórum? Minek variálni? Esetleg megkérdezhetnénk rossz májóan, hogy aki a repben nem elég jó, az próbálkozzon a slammel. Vagy aki nem elég tehetséges költő, annak semmi baj, mert úgyis ott a slam a színpadra sem való össze amatőr színészek utolsó mencsvára lenne ez, vagy a vőfékedésre vágyó kvázi stand álértelmiségi műmájer torna klubja. Na de egészen komolyan. Mi adja meg a slamnek ennek a nehezen behatárolható és látványosan hibrid műfajnak a létjogosultságát? És egyáltalán, ha ott van a felsorolt minden más, akkor ez mire jó? A dolog önigazoló mi voltára a legszebb példa, hogy már maga ez a kérdésfelvetés is kisé okafogyottnak tűnhet. Ha belegondolunk, néhány ezzel kapcsolatos tapasztalatba, a második válasz rögtön az lesz, hogy mindenre. Egyszerűen mindenre jó a Slam olyan, mint a szikszalag. Amit nem lehet vele megjavítani, ahhoz nem használtunk belőle eleget. És hogy mi adná meg a létjogos újcsánget? Hát az, hogy működik. Bob Holman a mozgalom másik nagyöregje Mark Smith mellett azt mondta, a nem a költészet demokratizálása. Ami ugyan nagyon jól hangzik, mégis mindenképp fából vaskarika, lévén a művészetnél antidemokratikusabb dolog viszonylag kevés létezik a világon. Aki esetleg ebben nem ért velem egyet, mondja meg, hol van Adi sírja, aztán utána mondja meg azt is, hol van Szabolcska Mihály. Ráadásul én óriási szlemrejongóként is megmaradni érzem az évek alatt kialakult viszonylag stabil irodalmi ízlésemet. Szó sincs tehát arról, hogy egy-egy nyitott verses esten ne lenne olykor változó színvonal, akarom, hogy ne lenne az egész úgy, hogy van fárasztó. Mégis a fejek fölött ott lebek szinte kivétel nélkül, hogy itt most valami történik, hogy happening van. Hamlet apjának szelleme végre feltűnt a várfokon, Mózes megérkezett a kőtáblákkal, Elvis színpadra lépett. Bár hogy ez mitől is van, az bevallható, én se tudom. Nagyjából annyit tudok, hogy vannak tényezők, amik mint az ételhez a hozzávalók kellenek egy ilyen alkalomhoz. A közönség, a közösség, a figyelem, a kiállás, és ha mindezek passzolnak, akkor jön valami plusz, ami mint az aranyjal változó levegő, egyszer csak ott van a semmiből. Amitől ez a lehetetlenül egyszerű forgatókönyv, hogy valaki kiáll és beszél, olyan exotikus és vicces és jó és rossz pillanatokat teremt, amilyeneket. És hogy ez minek köszönhető? A szólásszabadság face-to-face -face gyakorlásának, amiről végre nem csak beszélnek. Lehet. A civilizáció legkorábbi kezdeteire visszautaló élménynek, ahogy a nyelv segítségével közös nevezőre találhatunk egy pillanat alatt, előfordul. A közösségi lét felidézésének gondoljunk csak az Anta József halála miatt megszakított kacsameség generációs traumájára. A humornak, az aktuálpolitikai hőzüngések szabadjára engedésének, a fáradt olaj lecsapolásának, a tartalmas kikapcsolódás illúziójának, a kihainnemkedésnek nemkedésnek és a versenyszellemnek vagy csak a csendes intellektuális patronoknak. Bármelyik előfordulhat. De hogy minek köszönhető, ezt senki sem mondja meg. Viszont akárhogy nézem, mégiscsak a demokrácia látszik a legvalószínűbb válasznak. Az a lehetőség ugyanis, hogy egy nyitott testen bármelyik nézőből lehet előadó, és az összes előadó egyben sima néző is merőben új felállás bármi korábbihoz képest. Ugyanis színházban a színészek nem ülnek be csak úgy a nézők közé. A stand-up comedy a legspontánabb pillanatában is túlnyomó részt egy hosszabb, megkomponált és zárt műsor. A nívósabb repelőadókhoz néha még közel jutni is nehézkes, nem úgy szóba állni velük. Ez azonban itt megvan. A sokszoros győztesnek semmivel sincs több joga alkalomattán színpadra állni, mint a teljesen kezdő, vagy épp csak műkedvelő amatőr versenyzőnek. Nem arról van szó persze, hogy ne lennének itt is népszerű, vagy kiemelt fellépők, akikre néha kimondottan vár a közönség, viszont az a mindenki tisztában van, hogy mind azért megyünk el egy ilyen klubestre, hogy meghallgassuk egymást. És ha néha ki is jövünk egy-egy produkció alatt, mert mondjuk azt pont nagyon nem állhatjuk. Ha vannak is olyan események, amikor már a verseny is meghívásos, vagy néha verseny sincs, csak szövegmondás, a dolog gyökere mindenképpen ez. Venni kell egy fröccsöt, vagy egy mána szörpöt, és igenis visszamenni a zsúfolásig telt sötét pincébe, mert ott van, valami ott van, frank